Pünköst hagyományos keresztény ünnep. Ez a húsvét utáni 50. nap, vagyis minden évben más dátumra esik. Idehaza pünköst hétfő munkaszüneti napnak számít, ezért hosszú hétvégét eredményez. Ennek köszönhető, hogy sokan keresnek fel rendezvényeket, vagy töltik az időt pihenéssel. Várom a családomat, gyerekeimet, unokáimat, lesz főzés, sütés, úgyhogy lesz elfoglaltság. Nagymamának lenni nagyon jó. Hát megpróbálom majd bejönni, igen. Tolnaiak vagyunk, megpróbálunk bejönni majd, igen, Szekszárdra, hogyha úgy alakul, hogyha úgy sikerül. De hát bízunk benne, hogy jó idő lesz, és akkor jól fog sikerülni. A pünkösdi hosszú hétvége arra is alkalmas, hogy ellátogassanak az emberek különféle programokra. Biztosan felnézünk majd itt a mulatságra, a fesztiválra, úgyhogy reméljük majd jó kis programok lesznek, ahogy láttam. Úgyhogy gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt biztosítanak olyan lehetőségeket, hogy mindenki ki tudjon kapcsolódni. A Babits Mihály Kulturális Központ már csütörtöktől rengeteg színes programmal várja az érdeklődőket Szekszárd központjában több helyszínen is. Bejövök a városba, körülnézek, az unokám fellép a Bartinával, azt fogom megnézni, meg talán a Vágó Bernit. Az elmúlt években a Covid időszak miatt nem, vagy csak korlátozottan voltak kikapcsolódási lehetőségek a városban. Emiatt is nagyon várják az emberek, hogy végre közös programot csinálhassanak a családdal, barátokkal. Élvezzük a szekszárdi programokat. Tehát kilátogatnak a rendezvényre. Igen, hogyne. Minden este. Uh-huh. Nagyon jó szokott lenni, imádtuk, és nagyon hiányzott, hogy 3 évig nem volt. Ezeken az ünnepi hosszú hétvégéken vannak, akik elutaznak például. Sokan töltik ezt az időt különböző szálláshelyeken, vagy akár kempingezéssel. Utazás, kis kikapcsolódás. Részemről nagyjából ennyi. A meteorológusok előrejelzései szerint egyébként jó idő várható a pünkösdi hosszú hétvégére, ami május 26-a és 29-e közé esik.